a bűncselekményt nem követte el. Mint ahogy a korábbi tárgyalásokon, úgy most is ezt állította az a férfi, aki még 2020 májusában szenvedett balesetet a Mecsekben. Bár ő sérült meg, mégis vádlottként állt a pécsi törvényszék tanácsa előtt. Ugyanis a vádirat szerint a nála lévő hátizsákban több mint 2 kg tömbösített, úgynevezett felütés előtti állapotú, magas hatóanyagtartalmú kokain volt. Ezt a vádlott ismeretlen módon szerezte meg, és a feldolgozás után a fogyasztókhoz juttatás érdekében feltehetőleg Siófokra szállította volna ismeretlen helyre. Ebben akadályozta meg a baleset. Az eljárás során végzett szakértői vizsgálat megállapította, hogy a vádlott által szállított kokainbázis mennyisége 40-szer haladja meg a jelentős, és 4-szer a különösen jelentős mennyiség alsó határát. A nyomozóhatóság még a baleset napján a vádlott lakóhelyén tartott házkutatást, ahol a konyhaszekrényből további kábítószergyanús kannaboid anyagokat tartalmazó növényi származékot foglaltak le. A férfi azt mondja, semmi köze nincs sem a hátizsákhoz, sem a benne található anyagokhoz. Korábban egyébként már többször is elítélték kábítószer miatt a bíróságon, legutóbb feltételes szabadlábra helyezték, ám ez idő alatt követte el ezt a bűncselekményt. Végül a pécsi törvényszék bírója bűnösnek mondta ki a vádlottat. A 2020. május 23. napjától előzetes fogvatartással lévő vádlott bűnös kábítószer birtoklása büntettében BTK 178 szakasz 1 bekezdés 4. fordulat 2 bekezdés C pont. Ezért a bíróságban vádlottat, mint különös szerző, 10 év szabadságvesztése és 10 év közügyek gyakorlásától eltiltásaiként. Szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fegyház. Az ítélethirdetés után a vádlott és a védelem felmentés érdekében fellebbezett, míg az ügyészség 3 nap gondolkodási időt kért amellett, hogy indítványt tett a letartóztatás fenntartására, nehogy ezek után elmeneküljön a férfi. Mivel a bíróság álláspontja szerint is fennáll a szökés veszélye, így elfogadta az indítványt. Az elkövető bilincsben várhatja a másodfokú bíróság döntését.